Ah, és a basszusgitár. Csupa ének. Norbi gitár. István dob. Amúgy én kis kertész legény vagyok, és közgázra járogatok. Jelenleg még tanulok, most készülök az érettségére, és ha minden jól megy, akkor ősztől a műegyetemben most nem fogom folytatni a tanulmányaimat. Tanulmányaimat már befejeztem, még mielőtt elkezdtem volna, és most masszőrként dolgozom. Tanulok is egy hitelügyintéző cégnél dolgozom. Igazából nem kerültem a zenekarba, hanem Norbival kitaláltuk, és meg is csináltam. Alapító tagja, hogy a zenekarnak mi éppen a kidei a múlt században csináltuk, dolgosunk alatt, és különböző zenei projektekben vettem részt, aztán Istvánék megkapták a demo CD-met, és ez alatt egy válogatáson belekerültem az összeválogatott csapatba. Előtt tényleg egy másik zenekarban játszottam, és körülbelül egy évvel ezelőtt, mikor közeltük, és újra kezdtek zenélni, engem kerestek meg, hogy segítsen ki őket a próbateremmel, és mivel akkoriban éppen basszusgitárosuk sem nagyon volt, így én lettem a kiválasztó. Úgy érzem, hogy az anyag érettebbet, mivel már volt tapasztalatunk, ez volt a harmadik stúdiózásom, és nekem nagyon tetszetős. Én még most voltam először stúdióban, nekem nagyon tetszett, szerintem az elkészült demo is jól sikerült, de inkább kérdezzük a közönséget. Most forma tervezett emberek csak makognak és... Terveink a következő időkre, a legújabb demónk tudott bemutatni mindenhol. Ezen kívül a nyári fesztiválokon játszunk, majdnem mindegyiken, a legnagyobbakon is, meg a legkisebbeken is, a középsőkön is, van még más. Na hát azon kívül ősszel megyünk tovább, egyre gyorsabb ütemben is, egyre pörgősebben jelentőleg. Norbi elfelejtette megemlíteni, ide egy klipet is szeretnénk forgatni az egyik dalhoz a demóról. De az igazi terv az az lenne, hogy ezen az ösvényen, amin most haladunk, hát minél tovább menni, és remélem nem is lesz vége ennek az útnak soha. Ennek a portnak viszont itt a vége. Megy a gőzös kamizsára! Már István ezzel... A dzsbasszus gitár. Eredetileg egy másik zenekarban játszottam, és körülbelül egy évvel ezelőtt, mint a közeltizék is újra kezdtek zenélni, engem kerestek meg, hogy próbateremben. Nem tudok úgy elő beszélni, hogy ne vegyek levegőt előbb. Nem vegyek tenni, hogy ne beszélj. Nébe megvárt. Hát, az nem igaz. Na, megint elfelejtettem. Csupa vagyok, énekes. Azt tudom elmondani az új demóról, hogy sokkal pörgősebben haladtunk bele, mert már volt tapasztalatunk, nem ez volt az első stúdiózásunk. Meg úgy érzem, hogy egy sokkal érettebb anyagot hoztunk össze, ne legyek nagy képű. Egyrészt sokkal gyorsabban haladtunk a demó elkészítésével, és nem ez volt az első stúdiózásunk. Másrészt pedig úgy érzem, hogy sokkal meglegszerűen és érettebb anyagot hoztunk össze. És nem tudom, hogy nem jönnék rá. Úgy érzem, sokkal haladjunk a faszunkban. Volt tapasztalatunk, gyorsan haladtunk, komplex, érett anyag.
Lordi. Gitár. Lordi. Gitár. Amúgy én kis kertész leírni vagyok. De nem röhögjek, ne röhögjek. Zeneparban a dobos nem jó. A zenekart alapítottam, alapító tag. A dobos kollégánkkal, minden ma többi kollégájával is. A zenekart tulajdonképpen alapítottam, mint Vizi. Vizi az nem. Alapító tagként nem szerepel a nevem a zenekar történetében. A dobosunkkal. Ne röhögj már, basszus! Ezzel a demóval szeretném kezdeni valamit. Mindent. Mivel. Múlt én ugye ezért most készül. Nyáron. A fesztiválokon is ott lesz. István, igazából nem kerültem a zenekarba, mert én már hamarabb megvoltam, de Norbival kitaláltuk, hogy megcsináljuk, és aztán sikerült is, most együtt vagyunk. A zenekar és én! Igazából nem kerültem a zenekarba, mert én már hamarabb megvoltam, mint a zenekar, de Norbival kitaláltuk. Hogy mit röksz? Mit röksz, Norbi? Majd mindjárt Norbi elfelejti megemlíteni, de egy klippet is szeretném forgatni az egyik dalhoz, erről a demóról. De inkább egy ilyen globális terv, ami az lenne, hogy szerintem megtaláltunk egy kellemes ösvényt. És a faszom szőrét, hogy jön fel egész nyakig. És itt él véget.